Üdvözletem, hölgyeim, uraim, én Szilandor vagyok, és hát folytassuk is a kis Insta topikunkat azzal, hogy mi is igazából Shadowfunkeep, illetve mit is érdemes tudni róla. Shadowfunkeep egy kísértet járt a kastély Gienász határaitól nem messze, a Silver Pine Forest déli részén egy magas hegyen, amely Pyrewood Village-re néz. Nevét egykori mesterének, az őrült Arugal főmágusnak az erőiről kapta, aki egy életre megváltoztatta és elkorcsosította a várat Silver Lane Barrow-tól Worgen gyermekeivel. A Shadowfunkeep korábban Gienász királyságának a része volt, ez volt az otthona a Pyrewood Village urainak, akik Darius Cavley családjának feleltek. A kastély ura Silver Lane Barrow volt, csapatait Springvale parancsnok, az ezüstkéz paladinja vezette. Amikor a Scourge betört Lordaeronba, a főmágus Arugal egy úr nevezetű mágus kutatásait vizsgálta, a varázsló tudtával Arugal Gangraymane beleegyezésével, viszont a Kirintor mágus tanács ellenére megidézte a Worgeneket csak azért, hogy legyen erejük visszaverni a Scourge támadást. Bármilyen meglepő, a Worgenek sikeresen megfordították a harcot a Scourge ellen, de irányíthatatlanná váltak, hiszen az erő, amit Arugal megidézett, egyáltalán nem véletlenül volt elzárva, és megtámadták a Gianászi hadsereget és a lakosokat is. Ezt követően Arugal Worgenjei elterjedtek Silver Pine-on, végül ellepték a várat, megölve Silver Lane Barrow-t és a családját. A kétségbeesett és megtört Arugal befogadta a Worgeneket a gyermekeiként és visszavonult a várba, és elnevezte a helyet Shadowfunkeep-nek. Az Alpha Prime-mal kommunikálva a farkas kultusz kulcsfontosságú szolgálja lett, aki Silver Pine embereit Worgenné alakította át, nevezetesen a Moonrage és a Shadowfang falkákká változtatta őket. Nem tartott túl sok időbe, már az egész Pyrewood falu a Worgenátok áldozatává esett, és az éjszaka vadállatai lettek, akik továbbra is csak szedték az áldozataikat. Viszont a furcsaság az egészben, hogy a reggelek folyamán emberek voltak viszont, és képesek voltak ellátni a szövetséges utazókat, bár a vár soha nem volt barátságos ezekkel a kalandorokkal, és a titkukat továbbra is őrizték és szolgálták Arugalt. Viszont a forszékenök egyre gyanakvóbbá váltak a tevékenységükkel kapcsolatban, és mikor kiderült, hogy az egész tanács Arugalt szolgálja, így a forszékenek úgy döntöttek, hogy végeznek a tanáccsal. Arugalt végül legyőzték és lefejezték a horda ügynökei. Viszont itt még a történetünk egyáltalán nem ér véget, hiszen ugrunk egyet az időben, és megnézzük a Wrath of the Lich King. Nos, a Lich King remek lehetőséget látott abban, hogy Arugalt visszahozza az életbe, mint egy bábot, és hát a Saelin vérhercegek meg is találták Arugal sírját, feltámasztva az ősmágust, hogy szolgálja a Scourge-öt. Nos, azért, ha belegondolunk, eleve, ha már Arugalt nézzük, egyáltalában nem volt egy gyenge mágus, és ráadásul még mindig képes volt arra, hogy megidézze a Worgeneket erre a világra, tehát konkrétan a Lich King nagy lehetőséget látott benne, viszont ezt a kalandorok sikeresen időben elfojtották ezt a fenyegetést, úgyhogy ezzel már nem volt gond. Viszont a történetünk még mindig nem ér véget, hiszen ugrunk megint egyet az időben, a kataklizma idejére, miután Gianászt és a forszékeneket is elárulta, Vincent Godfrey, Ashbury Barrow és Lord Velden az elhagyott várat az ellenségeikkel szembeni erődítményé változtatták. Az erőd csatatérré vált a szövetség és a Godfrey fejéért verseny horda között, mindkét csoport célja a férfi lemészárlása volt, valamint a saját frakcióik számára a várnak a megszerzése. Ezeket a hadműveleteket egyébként Ivar Bloodfang és a Deathstalker parancsnok Belmont vezette. A forszékenek viszont megszerezték az irányítást Shadowfunkeep felett, és biofegyverek létesítményévé változtatta, ahol egyfajta pestist kezdtek el kísérletezni, hogy felszabadítsa Gianászt. Eközben a szövetséges 7.
Black Légió csapatai Shadowfang elé vonultak, hogy megakadályozzák ennek bevetését. Hogyha visszaemlékeztek a Battle for Azeroth első trailerére, amikor éppenséggel a Forsakenek, tehát a Horda csapatai és a Szövetség egymásnak esik Lordaeron ostromában, ez pont ugyanebben az időben játszódik, és ráadásul ugye, mint tudjuk, Sylvanas fel is használta ezt a pestist, ahhoz, hogy legyőzze a szövetséges, de egyben a saját erőit is szétrombolta vele. És ezt az óriási csatát követően jelenleg néhány Worgent leszámítva a kastély szinte üresen áll azóta is. Hölgyek, urak, én nagyon szépen köszönöm a figyelmet, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok és végighallgattátok a Shadow Funkeep történetét, és hát természetesen a következő videóban találkozunk.